De fasz történt itt már megint. Azt hittem, hogy rám szakad a budi. Hiányzik neki a cusz, de megmutatták. Be akart brunyálni. Tényleg mi a tökömet csináltál eddig, Robi gyerek? A farkadat verte? É, azt is kell néha. Miért nem szól a csávó? Robi gyerek, rakd el a bránert. Annyi. Kész. Kurva kibaszott rendőrkutyák. Valám sampon, nézd már. Lali mindig a holdat ugatta. Jó kutya. Nincs vele gond. Akkor sincs semmi gond, hogy a három napig nem eszik. Akkor mindig mondom neked, hogy látod, Lali? Olyan világban, hogy a gazda vacsorá, és biztos nem hagy a kutyáj. Ezeknek a rendőr kutyáknak biztos van mit tenni, Déneske. Ezeknek a valogát kinyalják. Most meg biztos pipák, mert messze van a hold. Faszt van messze. A feleségem fara az van messze. Dénes, hidd, de sokkal jobban jársz, elviszed a balhét. Az őszinte beismerés nyomatékos enyhítő, akár éveket is jelentett, éveket. Felügyelő úr, én nem csináltam semmit. Tanúként hoztak ide, én tanúként akarok kimenni, ez így van. Na akkor, mesélj nekünk, picinyem. Mégis mi történt azon a napon? Mondjuk, kezdjük a délelőtt. Te hol s merre jártál? Nem mondhatom. Még nem mondanám el. Csak éppen azt nem tudom, hogy maguk úgy jöttek ide a Suha Albert fiához, hogy az már mindenképpen gyilkos, vagy azt is kinyomozzák, hogy nem én voltam. Na, mindegy, ez majd a téma dolga lesz, csak azt szeretném kérdezni, hogy el van-e már döntve magukban rólam, hogy én gyilkos vagyok itt. Itt mi kérdezünk? Azt mondanak, hol voltál reggel? Hát, elmentem vízi a Gagyi Katival szembeni közkútra. Ott összetanálkoztam a Rezsővel. Miféle Rezsővel? Hát a sógorommal. Most úgy tesznek, mint akik még nem hallották ezt a nevet. Azt mondja, megyek-e az Imre bához metszeni? Az Imre bácsihoz metszeni? Várjál csak, hazapattanok az ollói. Aztán meg mentem is együtt, segítettem a Rezsőnek összeszedni a venyigét. Oké, összeszedtétek. Leszarom a venyigét. Aztán? Aztán a Imre bá engem is megkínált borral. Nesze, nesze. Aztán meg tovább dolgoztam, aztán ők nekiálltak kajálni, meg hazamentem, ez volt. Mondja, nyuszókám! Nem baj, szívem. Vagy hidegetes. A gyerek? Volt edzése? És? Az edző nem bánt vele durván? Sietek. Igen. Angyalom. Aztán begözöltél, mert az a zsuguri vénfasz nem adott neked semmit. Ezt már kiderítettük. Visszatepertél, és szétverted a búráját.
aztán meg a Zsozsót keresgélted a lakásban. Látod, milyen prima munkát végeztél, picinyen, pazd meg! Nézd meg közelebbről is! Így nem bántottam az Imre bácsit. Nem bántottad az Imre bácsit. Tehát jó van, öre, kezdjük előről, időnk, mint a tenger. Ott tartottunk, hogy szedegetted a venyigét, vagy mi a faszt a kertben. Hát a lakásában jártál. És ha igen, hogy kerültél oda be? Nem jártam én a lakásában. Biztos eső van. Hát a bort hol ittad meg? Ja, persze. Behívatott a konyhába egy pohár borra. Ez az igazság. Aztán meg tovább segítettem a Rezsőnek. Aztán Imre bájék nekiálltak kajálni. Tűtött káposzta volt. Előtte meg tojásleves. Engem még nem hittak. Ott gülisztem egész szállónap, aztán meg azt mondja, hogy nincs elég edénye, meg hogy nem férek be a körbe. Hát rosszul esett, ez az igazság, rosszul. Gondoltam, hogy utál valami, vagy... Na, de édeske, téged is jó elküldtek a picsába, mondtam magamban. Meg hogy a rossz se begye meg az ilyen embert. Éhes voltam, hát aztán... Volt az már magukkal is úgy, nem? Vicces madár vagy, te suha. Na jó, legyen, hiszek neked. Tehát hová is mentél? Hogy hova? Hát mit tudom én, azt már felügyelő úr? Hát úgy, hazafelé. Azon gondolkoztam, hogy mit fogok zabálni. Aztán a konténernél találtam egy döglött tyúkot. Hazavittem anyának, hogy süssem meg. Hát gondoltam, hogy azt a részt, ami olyan zöld meg kék, hát az kivágja. Úgy is volt, hogy a többit még megsüti. De meg mi lehet, rájött a hoppára, az kibaszta a tyúkot az udvarra, hogy olyan az már, hogy a kutya se enné meg. Hát végülis igaza lett, tehát Lali is csak oda ment, megszokult a került kettőt körülötte, azt ott hagyta. Hát. Aztán én meg már nem mentem sehol. Néztem a tévét. Mi a fasz lestél a tévében, suha? Mit is? Borús, párás, ködös időre számíthatunk. Napközben kelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet. Helyenként havazás, hószállingózás várható. Fiad? Aha. 8 éves. Az enyém is. És már 80 kiló. Ki hízta a tetkóját, egyen meg. Atya, úristen, micsoda bőrdíszek vannak ezen a csávón. Hát a falfadon mit rakadtál? Telepingálod magad mindenféle ostobasággal. Aztán meg csodálkozol, hogyha a rendőrök azonnal elkapnak, ha éppen keresnek valakit. Már pedig ezek állandóan keresnek valakit. És ha keresnek, akkor találnak is. Ha nem azt, akit keresnek, hát találnak mást. Mindegy. Darab-darab. Jobb szürkének maradni. De honnan tudsz ennyi okosságot? Hát sokat. Ennyi év alatt rám ragadt. Tudok 80 féleképpen cipőt befűzni. Tudok kanált, villát, szöget nyelni. Ki tudom a gyomromat lukasztani is, ha kell. Hát ez óriási. Epilepsziás rohamot szimulálni, úgy, hogy konzúliumot hívnak össze, és bekerülök a szaklapokba. A sétre kerülsz be, te barom. Tudok dominóval 21-ezni. Sektorlő papírral, itt a piros, hol a piros játszani, kenyérbérből, sakkfigurát csinálni. Csak sakkozni nem tudsz. Na, jön a budi szex. Na, hogy mi van? Malvin a női szárnyból. Csövön jön a libidó, kisbarát. Tanuljál. Malinka! Most inkább dugni akarok! Gyorsabban. Na, jó. A picsába. Na, jó.
kérem, nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy minek tulajdonítja azt, ha nem járt a szobában, hogy a helyszínszemle során a szobában biztosított szagnyom azonos az öntől levett szaggal, amelyet két szagazonosító kutya egyértelműen öltött esetben azonosított. Na akkor mesélj nekünk, picinyem. Mit csináltál abban a szobában? Én a szobában nem jártam. Csak a konyhában, ahol a bort ittam. Az lehet, hogy a szag beszállt, vagy a szag valahogy a kutyához elszáll, nem tudom. Ez tudományos kérdéskör, csak... És ha a kutya az én szagomat a laborba azonosított, tehát az nem tudom, hogy hogy történhetett, hát hisz van szagom. Azt érzem. Jó kis putri sájjel. Én nem érzem. A saját szagát nem érzi az ember. Mondhatnak, amit akarnak, de teljesen összekavartam magam, azt se tudom, mit mondtam. Hát mondd el az igazat, abban nem kavarodsz bele. És akkor beszélek az ügyész úrral, és több mint valószínű hazaenged. Én is ezt fogom tanácsolni neki, ha elmondod őszintén, ahogy tudtam. Hogy azért bántottad, mert megharagudtál, mert ott dolgoztál, mégis elzavart. Neked meg felment a pumpa, mert nem adott tennünk. Nekem is felment volna, hogy tudod, én zsugori szarházító. Visszamentél hozzá, kicsit megdádáztad, de nem akartad megölni. Véletlen baleset volt. Na? Mit szólsz hozzá? Holnap már akár otthon lehetsz. A kutya csak maradjon ott, ahol van. Nem tudom, hogy azonosította be a szagomat, amikor nem voltam oda bent. Egyébként még nem probléma, hogy hány kutya azonosítja be a szagomat. Hát, kutya is csak egy jó szág. Ez csak a holdat ugatja. Tudod, mennyi az esély annak, hogy azok a kutyák tévednek? Akinek egyébként jóval több eszük van, mint neked. Egy a milliós! Akkor sem öltem meg senkit. Soha nem is mondtad, mi volt a kihallgatásokon. Zsaruk biztosan faszául behúztak a csőbe, amilyen rengeteg eszed van. Szóval, kitálaltál nekik, mi? Semmit nem dalultam. Pedig nagyon rám telepettek. Gyilkossággal vádolnak. Benne vagyok a dohóban, nyakik. Mi vagy te benne? Voltál te már egyáltalán büntetve? Hát egyszer. Verekedésből kifolyólag kaptam az ítéletet, ilyen tömegverekedés. Az illető tette magát, hogy karatézik. Ott heppajkodott, meg leocsmányolt. Gondoltam, kihívom, hogy boxoljuk le egy az egybe. A kultúrházban történt. Látod, a Robi bátyád a Rácsos Akadémián most jubilál évben. Összeszámoltam éjjel, pont 10-szer vagyok ide. De az erőszakot nem szeretem. Rabolni, valakit agyonverni, az olyan félnótás is tud, mint te. Én nem raboltam, nem gyilkoltam. Annak a faszin, aki csak egyet mázoltam be, mert ott kabarézott. Az se szánt szándéka. Én soha nem tudnék megölni senkit. Hát pedig nem is olyan nehéz valakit kicsinálni. Hé, hey, szittad az anyámat? Egy bazi nagy füles, és a csávó legurul a kocsma lépcsőn. Doing, 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 doing! Szétreped a feje, mint a dinnye. Koponya alapítörés. Mire a mentősök megjönnek, neki már Sanyi. Hát ilyen egyszerű a halál. A csuda tudja, hogy van ez. Én a vértől irtózom, úgy azért nem is lehettem én. De az biztos, hogy valaki adott az Imre bának. Ez igaz. De nem én. Ha én lettem volna, de nem én voltam. De ha fölidegesített volna, akkor biztos, hogy először megütöttem volna. Orba vagy arcon, aztán, hogyha kés van nálam, akkor csak hasba szúrom, azt jó van. A saját anyukád is azt állítja, meg Ami. Azt vallotta nekünk a jegyzőkönyvben, hogy nem maradtál otthon tévét nézni, hanem visszamentél az öreghez. És ezt csináltad vele! Hát ha anyám is azt mondja, akkor nem emlékezett kiesésem van. Nem tudom, hogy hol jártam, nem emlékszek semmire, főbe kéne lőni engem. Hát én az Imre bácsit a bal kezemmel megütöm, hát a szél is cikázik mellette. Azt sem tudom, hogy volt pénze, vagy nem volt pénze, nem tudok semmit. Csak hogy ne legyen annyira biztos a dolgodban. Van olyan is, aki kifejezetten téged látott délután bemenni az öreghez. Hát ez az, főnyomozó úr. Hogy hol voltam én aznap délután?
Azért nem tudom, mert itt a gyomromban van egy ilyen belső érzés. Nekem álmomban megjelenik az angyal és meg az ördög is. De mind a kettőn vagyok. Én álmodtam az Imre bácsival is az eset óta. Szóval álmodtál, és mi volt az az álom? Úgy emlékszek, hogy álmomban a bal oldalán volt véresebb az arca, hogy fél oldalon feküdt. Meg az emlékezetemben megjelenik az asztalnak a négy lába, és ott az Imre papa mellett. Nagyon félek azóta is, hogy bele álmodok. Ez kibaszottul érdekes, nem gondolod? Az Imre papát pont olyan pozícióban találták az asztalat, ahogy te megálmodtad. Azért te nem semmilyen gyerek vagy. Dénes! Falra húgyozó dumáttal együtt! Én az álmaimban nem tudok elszámolni felügyelő úr, sem magának, se Istennek, se senkinek. Az ember arról nem tett, hogy mit álmodik, mit nem. Az egy olyan terület az agynak, amire nem érvényesek a főszabályok. Én otthon voltam, azt aludtam. Hogy mi mondja anyám, hogy nem voltam oda haza, azt nem tudom. De ha fölidegesítenek, akkor hazamegyek, azt leszúrom, mert hazudott. Nem csináltam semmit, nem akarok elmondani semmit. Aztán, ha csak álmodok, hogy szarok a világra. De én nem bántottam az Imre bácsit. Bizony Isten nem bántottam. De enni kell, nem? Azt mondták, ha beismerem, akkor hazamehetek. Kocska trükk. Szerintem egy szót se szólt többet. Akárhogy is hangatnak, hogy jegyenek. Ezek rafkósak. Kiforgatják, amit mondok, aztán belekevernek a szarba, hogy sose mászkod ki belőle. Mondd nekik, hogy ragaszkodsz az ügyvédethez. Csak ügyvéd. Akkor nyilatkozom. Az is csak arra való, hogy jól levegyem. Mindenki perzsasz szőnyeg. Meg a plafonon is. Az íróasztalon pingpongozni lehetne. Volt egy szokornyakkentős vén fasz. Azt se tudta, melyik tárgyalásán van. Azt mondja nekem, mikor másnap bemegyek az irodájába. Gratulálok, uram, megnyertük a pert. Mégiscsak magának ítélték a kisítét. Dehogy nyertük meg, drága ügyvéd úr. Nekem nincs is lányom, csak egy fiam. Azt mondja, jó, persze, most már emlékszek, elnézést. Maga az, akinek visszaszereztem a lefoglalt autóját. Hát, nem teljesen, drága ügyvéd úr. Mert én az vagyok, aki két évet kapott egy sima kis csalásért. Ártatlanul, a maga jó voltából, mert eltetszett aludni a tárgyaláson, drága ügyvéd úr. Az enyémek 10 alatt futnak 100-on. Na hát, azért a dohányért, amit kapnak. Jut belőle bírónak, ügyésznek. Ha már csóri vagy, használ ki az eszed. Ne kérje tőle lehetetlen. De, Frankó, kapsz egy kényes kérdést. Elkezded kifújni az orrodat. Szép komótosan, érted? Van időd végig gondolni a választ. Vagy játszod el, hogy nagyot hallasz. Tessék! Sajnos egy kísér estül én nem bántottam az Imre bácsit. Bizony Isten nem bántottam. Mit is tetszett kérdezni az előbb? Bűnösnek érzi magát? Hogy bűnös vagyok-e? Én magamnak. Minden naposom az ülepemet. Orvosi papírjai? Vannak, tisztelt bíróság! Az orvos azt mondta, hogy elmebeteg, én meg azt értettem, hogy elmehetek! Uram, a gyereket tegyen a fejezetet! Jöjjön, uram! A nyerességvágyból különös kegyetlenséggel elkövetett emberről és büntette miatt a Suha Dénes ellen nyitott bűnügyben a tárgyalást megnyitom. Megállapítom, az idézettek megjelentek, a tárgyalás megtartásának akadálya nincs. Megkérem az ügyész urat, ismertesse a vádiratot. Tisztelt bíróság! Suha Dénes a vádbeli napon a helybeli pap Imrénél végzett alkalmi munkát. A vádlott az esti órákban visszatért hozzá és pénzt követett. Pap Imre elzavarta őt, ekkor Suha Dénes a sértettet durván bántalmazni kezdte. Közepes és nagy erejű ökölcsapásokat mért a fejére, felső testére. Pap Imre halálát a többszörös csonttörések, lágy részbevérzések együttesen okozták.
E tényállás alapján Suha Dénest vádolom, különös kegyetlenséggel és nyereségvágyból elkövetett emberölés büntettével. Köszönöm, ügyész úr. Vádlott álljon fel. Kérem, mondja meg, hogy hívják? Suha Dénes. Az ügyész úr az imént ismertette a vádiratot. Kérem, nyilatkozzon, megértette az abban foglaltakat. Igen, megértettem, bűnösnek de... Bűnösnek érzi magát. Nem érzem magam bűnösnek, tisztelt bíróság. Én nem bántottam egyáltalán az Imre bácsi, minek is bántottam volna, kérem tisztelettel. Figyelmeztetem, nem köteles vallomást tenni, az kihallgatása közben is bármikor megtagadhatja, de ezzel a védekezéstől fosztja meg magát. Amennyiben viszont vallomást tesz, akkor amit mond, bizonyítékként felhasználható maga ellen. Kérem, nyilatkozzon, megértette a kioktatást, kíván-e vallomást tenni, vagy él vallomás megtagadási jogával? Nem tudom, kérem, én csak azt tudnám elmondani, amit a rendőröknek is elmondtam. Még egyszer megismétlem. Nem azt kérdeztem, hogy fenntartja a nyomozati vallomását, hanem azt, hogy itt a tárgyaláson kíván-e vallomást tenni. Akkor nem kívánok. Rendben van, tudomásul veszük, leülhet Suha úr. Kérem az első tanút, özvegy Suha Albertnét, jöjjön be. Kérem a tanút, álljon ide a korlát elé. Hogy hívják önt? Én a Déneske édesanyja vagyok, drága asszonyom, özvegy Suháné. Kérem, hogy ne asszonyomnak szólítson. A helyes megnevezés tisztelt bíróság. Értem, asszonyom, tisztelt bíróság, ez a helyes kifejezés. Szíveskedjék megmondani a leánykori nevét. Olá Róza, tisztelt bíróság. Suha Albertné, önt a bíróság tanúként hallgatja ki a fia ellen emberölés miatt indított bűnügyben. Kérem, mondja meg, kíván-e vallomást tenni, mert a vallomástételét, mint a terhelt hozzátartozója, megtagadhatja. Megértette ezt? Hát én semmilyen rosszat nem tudok rá mondani. Nem azt kérdeztük, tud-e rosszat mondani, hanem azt, hogy akar-e vallomást tenni a fia ügyében, mert nem köteles. Ki nem védi a saját fiát? Hát persze, hogy én is. Mondja bíró asszony, így van, vagy nem így van? Tehát tesz vallomást, vagy nem tesz? Dénes, mi a jó szerint? Suháné, ezt önnek kell eldöntenie, nem a fiának. Hát jó. Tessék, kérdezz. Csak az igazat vallhatja, a hamis tanúzást a törvény szigorúan bünteti, ugye megértette? Kérem, mondja el nekünk, mit csinált a fia azon az ominózus február 17-i napon. Reggel elment vízért, aztán a Lili szomszédasszonyom mondta, hogy elment az Imre bácsiékhoz segíteni. Délután 3 óratájba hazajött, ásott a kertben, aztán lefeküdt, nézte a tévét, és azután már nem ment el. Az teljesen biztos. Ásott. A rendőrök szerint az a kert nem látott ásott évek óta. Akkor talán lehet, hogy rosszul emlékszem. Lehet, hogy az ásás máshol volt. Az imént azt vallotta Suháné, hogy a fia átment segíteni pap Imre bácsiékhoz. Pénzt nem kapott a segítségért? Hazajött. Azt mondta, nincs pénz, nem kapott. Aztán megint elment, nem mondta hová. A szomszédok szerint magát elég sokat bántotta. 2-szer összesen, de nem úgy, hogy levert a földig, rohadjon meg a világ. Ha nem csalunk, vágott egy pofont, aztán megnyugodott. És miért bántotta magát? Többnyire, amikor el akart menni, én meg nem akartam engedni. És pénzt is kért, én meg nem adtam neki. Tekintetes bíróság. Kérem, hozzanak a tanúsítványt, pohár vizet. Remélem, nem szimulál. Tisztelet Eskütz. Az önök elé tárt bizonyítékok alapján... Régóta figyellek, bazd meg! Bazd meg, ne segíts a lábattal, megvan neki az asztalnak a... Segítek te, senki házi! Senki házi, az anyád! Ne anyázzál! Ostoba fogarom! Ne kokarozzak! Miért ne kokarozzak? Te is az vagy, nem? Munka kerülő, mint a többi! Szarítjen élőt! Ha megkapjátok a segélyt, akkor nagy a dajdaj!
pedig csupán... Aztán meg mentek lopni! Azt vallottam, nem járt az éléskamrában, ám a bizonyítékot... Tudod te, milyen fárasztó a lopás? Sőt, hogy azt mondod, hogy nem dolgozunk, csak lopunk. Ott logisztika van, meg minden. A te könyvelőd 2-3 dollárval többet ér, már is tele a zsebed. A lopás más kész van. Hazajön nekem, meg ilyesmi. Nem bűnös. Suha úr, ha ön azonos azzal a Suha Dénessel, akinek Suha Albert volt az édesapja, megkérem, fáradjon beljebb és foglaljon helyet. Önt azzal a szörnyűséges, rettentő gonosztettel vádolják, hogy ez év tavaszán kegyetlenül kicsinálta utcabeliét. Ugye így van, ügyész úr? Jól mondom, stimmel? Hát ez bizony nagyon, de nagyon súlyos vád, kedves Suha úr. Ha bebizonyosodik, hogy maga volt, nagyon sok év néz ki magának. Na most mit szól mindez? Elkívánja-e mondani minélkünk az igazat, csak is a szintiszta igazságot? Vagy inkább mellé beszél? Igen, bírónő, tisztelettel elkívánom mondani mindenképpen. Hogyan látja jónak? Ez egy nagyon nagy félreértés a kezdettől fogva. Na, bökje ki. Én már nem ölhettem meg a papát. Gyerünk, Hófehérke! Anyukád meggyógyult. Megyünk vissza a bálterembe. Imént azt nyilatkozta, hogy aznap, amikor a sértettet megölték, a fia, miután a tyúkot hazavitte, utána megint elment. Mikor ment ismét haza? Nem tudom. Nem emlékszem. Dénes, mikor jöttél haza? Asszonyom, ezt önnek kell megmondania. A fia nem kívánt vallomást tenni. Hát akkor én se kívánok. Suháné, ez nem egészen így működik. A kihallgatása elején megkérdeztük önt élementességi jogával, akkor úgy nyilatkozott, vallomást kívánt tenni, tehát kérem, válaszoljon. Hát úgy 4 óra tájba hozta a döglött tyúkot, akkor még világos volt. Az biztos. Én a tyúkot pucolni kezdtem, de hát azonnal láttam, hogy tisztára kék zöld, mondtam is a Dénesnek, gyere csak fiam, nézd meg, hogy mi nő. Ha nem szégyellett a babat! Ő azt mondta már, pedig ez nem dög. 30 éves nézed a taxi előtt. Egy dögöt hozom haza! Én azonban, hát mivel már vizes volt a hasa, kivittem a kutyának. Na de nem jött hozzá a Lali se. Így aztán nem tyúk volt a vacsora, hát ki ette volna azt, meg én nem. Meg is döglöttem volna tőle. Miután az étrendi kérdéseket úgy gondolom kellő mélységben kitárgyaltuk, ismételtem, megkérem Suháné, válaszoljon. A fia mikor és hova ment és mikor tért ismét haza? Dénes később elment még. Már volt 8 óra is, mikor hazajött. És kérdeztem, hol volt, ő... Már nem tudom, mit válaszolt. Bekapcsolta a tévét, azt nézte egy darabig. Hát elaludt a tévét. Elaludt. Tessék nekem elhinni, van benne indulat, de jó fiú, hát az volt mindig. A kihallgatása elején azt állította, hogy a vádlott délután 3-kor már otthon volt, és utána nem ment sehova. Hát, amikor hazajött, már sötétedett, de azután már nem ment sehova? Nem hiszem, hogy ezt lenne értelme folytatni. Ügyész úr, ügyvéd úr, ha van kérdésük, tegyék fel. Ha nincs, kérem, foglaljon ott hátul helyet, de ha akar, el is mehet. Kérem Tóth Marianna tanút és gondozóját a tárgyalóterembe. Hogy hívják önt, asszonyom? Tóth Marianna, tisztelt bírónő, ő egy kicsit beszédhibás, és azon kívül értelmi fogyatékos, gondnokságára van helyezve, és én vagyok a gondnoka, de teljesen megbízható. Tehát szava hihető, nem tud hazudni. Igen. Jól van, megpróbáljuk kihallgatni. Tóth Marianna meg tudja mondani, hol lakik? Nem tudom.
Mikor született? Nem tudom. Jó, akkor másképp kérdezem. Hány éves most? Mely? Hány? 60 éves vagy. Ja, Ismeri a vádlottat, Suha Dénest? Ismeri. Ismer. Gyerekkora óta ismeri. Hát pap Imrét, akit megöltek, ismerte? Imre bács is nagyon szeret. Ott lakszem. Ismerte, szembe lakott velünk. Igen. Amikor az Imre bácsi meghalt, előtte valamivel a Suha Dénes a kocsma kerítés felől bemászott az udvarba. Marianna látta ezt, és nekem még akkor megmutatta. Igen. Átmászott. Átmászott a kerítésen, úgy ment be. Ja, rossz cigány, nyilkos cigány, rossz cigány, hazug cigán. Bement a házba is. Bírónő, ez hazugság. Az én fiam. Suhani, azonnal kivezettetem, ha még egyszer közbeszól, megértette? Még ilyen. Na. Hallja. Hát most miért mondja? Marianna. Jó. Bírónő. Biztos, hogy a vádlottat látta ekkor? Persze. Nem, az... Nyugodjon meg, Marianna, nincs semmi baj. Ugye? Az az igazság, tisztelt bírónő, hogy ő már akkor este elmondta nekem mindezt, amikor a gyilkosság történt. Csak akkor én nem hittem el neki, hogy valóban a Suha Dénes ott leselkedett a kertben, és akkor még belopózott hozzá az udvarba. Köszönöm, nekem nincs több kérdésem. Ügyész úr, ügyvéd úr, van kérdés? Nincs. Elmehetnek. Kérem az orvos szakértő urat, fáradjon be. Jó napot kívánok. Jó napot. Kérem orvos szakértő urat, terjessze elő szakvéleményét. Gyere hazafelé, fiam, minél hamarabb. Hát oda Lalinak is hiányzó, nem akar enni se. Egész nap ül az ajtó előtt és nyűszít. Én meg fulladok. Fa is kell télire. Szegény anyád, menjen ki az erdőbe? Most már nem sokára kiengednek véglegesen. Nincs ellenem semmi, ez egyre nyilvánvalóbb. Robi szerint még egy valakvészt is kaphatok kárpótlás. Csak azt nem értem, hogy mi vallott rám az a Dilis Marianna, és hogy gyógyuljon mind a két szeme. Marianna, mondd meg nekem, de őszintén. Mikor láttál te engem az Imre bácsi kertjébe, a verandáján? Mert mivel, hogy akkor tutira nem láthattál. Mégis ilyesmit hazudgáltál folyton a tárgyaláson. Hoppá, Dénes, a francba, álljon meg a menet egy pillanatra. Az, hogy a gondozó miket beszélt a tárgyalóba az én nevembe, amit nem tehetek. És még sajnáltalak is egy kicsit, csak úgy elküldtek ebéd előtt a bánat faszára. De most hoztam neked egy kis tyukot, tyukot. Szakértő úr, végül is mi okozta a sértett halálát? A korábban felsorolt sérülések együttesen eredményezték. Egyébként a helyszíni szemle során elég sok vérnyomot rögzítettek a sértett feltalálási helyének környékén. Miként lehetséges, orvos szakértő úr, hogy ennek ellenére a vádlott ruházatán egy vércseppet sem találtak? Azt javaslom, ezzel a körülménnyel majd a perbeszédében foglalkozzék. Van esetleg további kérdés a szakértő úrhoz? Nincs. Köszönöm. Kérem. Kérem a kinológus szakértő urat, jöjjön be a tárgyalóba. Kérem, szakértő úr, ismertesse szakvéleményének lényegét. Tisztelt bíróság, a Mackó nevű kutya ötször, a Haver nevű kutya ugyancsak ötször azonosnak jelezte a nyomozati szakértői cselekmény végrehajtása során a Suha Dénes nevű személy szagát a Pap Imre nevű sértett komódja előtti területen rögzített szaggal. Minden esetre furcsa, hogy a kérdéses komódban a helyszínelő rendőrök egy kötek pénzre bukkantak, ami teljesen érintetlen volt. A szoba túlsó sarkában viszont a szekrényben véres ruhára bukkantak. Ott azonban nem történt szagrögzítés. Ugye, jól tudom? Igen, ez kétségtelenül így van, de hát én ennek nem tudom az okát. Ha nincs kérdése senkinek, szakértő úr, köszönöm a megjelenését. Kérem, kis Károly tanult,
részvétel. Jó napot kívánok, kis úr. Jó napot talán kívánok. Nem fázik a feje ideben. Hogy? Ja, bocsánat. Kérem, mondja el nekünk, mit észlelt azon a napon, amikor Pap Imrét megölték. Igen, kérem. Én a Ne tovább italbolt vezetője voltam, illetve hát vagyok még most is. A vendéglátó egység pontosan szegény Pap Imre bácsi háza mellett található. Onnan ismerem a Suha Dénest is. Gyakori kuncsafton volt. De kérem, ez egy nem normális ember. Ez nem komplet, vagy hát, hogy is mondjam, olyan izé. Szóval, hogyha valaki rosszul szól hozzá, tisztelt bírónő, akkor nagyon be lehet ám idegelni. Volt úgy, kérem, hogy egyedül volt a kocsmában, és magában beszélgetett. A faluban nagyon sokan fosnak is. Féltek is tőle, kérem, emiatt, mert hogy tudták, hogy ült már erőszakosságért. Mit tud elmondani a bűnesetről? Hát aznap este a kutyák nagyon ugattak, és aztán másnap reggel, amikor fölkeltem, akkor lábnyomokat fedeztem föl a kertben. És ezek a lábnyomok éppen a Pap Imre bácsi házához vezettek. Kiderült, hogy kinek a lábnyomai? Hát azt én nem tudom, tisztelt bíróság, de a rendőröknek rögtön szóltam. De mondták, hogy már semmi értelme, hiszen megvan a tettes, és sőt, már be is ismerte a tettét. Persze, ez nem biztos, azt lehet, hogy csak úgy rosszul emlékszem. Mit tud még elmondani erről az ügyről? Tisztelt bíróság, mi a faluban igen félünk azóta az eset óta, és nagyon szeretnénk, hogyha ezt az egyént jó sok esztendőre leültetnék. Ezt majd bízza ránk, jó? Kérdés, ügyész úr, ügyvéd úr. Igen. Szíveskedjék megmondani, körülbelül mikor, hány óra felé hallotta azt a kutyaugatást, amit az imént említett? Igen. Hát olyan, akkor is, olyan fél nyolc körül lehetett. Biztos ebben? Igen, kérem, mert hogy már záráshoz készülöttem. Ez furcsa, hiszen az orvos szakértő szerint a sértett halála este 6 körül következhetett be. Igen? Én ezt nem tudhatom, kérem. Szarul állunk. A bírónő fel akarja menteni, ha csak nem produkálunk valami komolyabb bizonyítékot. Soha nem ártatlan ügyész úr. Sőt, talán emlékszik arra a régebbi esetre, amikor azt az öregasszonyt a szomszéd faluban olyan szemétmódon kicsinálták. Szerintünk azt is soha csinálta. A lényeg, hogy próbáljatok még valami használható bizonyítékot szerezni. Engedélyeket elintézem. De csak törvényesen, ahogy szoktátok. Na, mi van? Minden jó alakult. Anyámat belekeverték, össze-vissza beszélt, azon nem igazodnak el, biztos, én is szoktam. Megfogadtam a tanácsot, nem mondtam semmit. Jó a testvér, büszke vagyok rá. Na, hát akkor itt az ideje, hogy írj egy megható levelet a bírónődnek, hogy engedjenek szabadon. Rövid legyen, de velős. Ja. Az mi a túló? Amit ő majd garantáltan felreállsz, faszikám. Segít a levélírás. Tuti frankó a totális becsavarodáshoz. Ja, nézd csak rá! Ja. Felnyomja a vérnyomásodat kajakra. Ha már ilyen szerencsésen alakult az ügyen, ünnepeljük meg, testvérem. A rágba. Na, azt mondod, hogy írjak? Ha tudsz. Meg ne fulladjál itt nekem. Különben a köld is esetben a habsikáim. Citromkarikákkal, kis borssal egészen kiváló. És nem olyan fejbevágós, mint a fagyáló. A hígítóról már nem is beszélve. Olyan, mint a gázolaj tejfőle. Hé, Mami! Mami!
Azon a napon csak dolgoztam nála, nem pedig meggyilkoltam. Most ülök a nagy semmi, de addig is, amíg ez kiderül, várakozom tisztelette. Már több mint egy évet leszorítottam ártatlanul. Tetszik érteni? Várom a felsőbb hatásokat. Segítsen ki ebből a pokolból. Ártatlan vagyok. Egyéb, bazd meg, Dénes, ez tényleg okos levél. Ha valóban nem te voltál, nincs miért aggódni. Meglátod, ki fog derülni. Te csak bízzál az igazságban. Természetesen azért megértheted, hogy ezt az esetet alaposan meg kell vizsgálni, hiszen azt az illetőt valaki mégiscsak csúnyán meggyilkolázta a pénzéért. Ha tényleg ártatlannak bizonyulsz, meglátod, kártérítést fogsz kapni a szenvedéseidért. Isten bizony, így görbüljek meg. Egy halom pénzt cserében a szenvedéseidért. Velem ritkán fordulám elő, csak hogy lejövök onnan a pulpitusról. Akárki miatt én el se indulnék. De te tetszel nekem. Szimpatikus cigánylegény vagy te, Dénes. Van úgy, hogy csak ránézek valakire, és már is lesüti a szemét, de te nem ilyen vagy. Neked őszinte a tekinteted. Mondd, Dénes, ha én most kiengednélek téged a sitről, mihez kezdenél? Én mindig is szerettem volna dolgozni. Motorszűrészes lenni. De nem sikerült. Pedig szívüleg, testileg szerettem volna. Fantáziát látok benne. Látni, ahogy az én kezem által dől ki a fa. Nem tudom, csak semmi, puszta látvány, csúranás, cseppenés, duzzadás. Jól van, Déneski, mert minek ide a sok szöveg? Azonnal szólok a börtönparancsnok úrnak, hogy írja meg a szabaduló papírodat. Hm? Igyekezz. Nehogy lekésed a buszodat. Vezényelj nekik! Kuffervizit! Levetkőzni! Mindent levetni, gyerünk, mozogjunk! Mindent levetni, gyerünk, igyekezzünk! Suha, szomorú hírem van. Anyukád a tárgyalás után meghalt. Hirtelen rosszul lett, mire a mentők bevitték, mert nem tudtak segíteni rajta. Azt mondták, szívrohan. Úristen, micsoda dudák! Ilyet te csak képen látsz, csorikám. Minden nyugodtan addig se a gyanúsítottat vered. Mi van? Azt kérdi, mikor lesz a temetése, főnök? Suha nem mehetne haza valahogy arra az időre. Ön nagyon jól tudja, hogy mikor mehetne haza, akár véglegesen is. De nem akar élni a lehetőséggel. Szedd össze a cuccadat, Suha. Átkerülsz egy ennél is jobb helyre, intelligensebb társaságban. Ahogy megbeszéltük, mindig tartsd a pofát. Kusolja! Ne ugass már! Hozzátok!
Éleske még most se tudott idejönni. Az anyja temetésére. Nyugodjon békében, Suháné. A maga Déneskéjének majd kiosztjuk az igazságot, aztán élhetnek boldogan, boldogan. Mert aranyszínű, de koporsó. Remélem nem horkolsz. Dehogy is horkolsz, ura. Én vagyok a tücsök és a bogár. A világos beszéd. Így már mindjárt más a helyzet. Mióta vagy benn? Itt tudom, ilyen régen, hónapok óta vagy évek óta, nem tudom, nem számolom. Nem sokára kiengednek. Miért ütettek le? Az a jó, hogy semmié. Te hittek tanúskodni. De. Elmondtam, hogy találtam egy döglött lyukot, azt hazavittem. Állítólag ebből lett a baj. Aha. Mert hogy közben az öreget agyonverték. Te nem te voltál, igaz? Én uram, soha nem tudnék megölni senkit, se szveti készpéznek akárki. Éppen azért vagyunk a földön, hogy egymást megértjük, nem hogy bántjuk. Az igaz, hogy jártam le a reggel. A rohagyjuk meg se kínált kajával. Tiszta beszéd. Én is azt állítottam nekik, nem csináltam én semmit. Téged mivel vádolnak? Verekedés, meg ilyesmi. Az a kurva barátnőm jelentett fel, hogy megerőszakoltam, meg hogy arra kényszerítettem, hogy furuljázzon. Nincsen korpusz. Mi nincsen? Korpusz. Tárgyi bizonyíték. Azért te nem vagy egy kimondottan észkombány, ugye, haver? Te nem vagy vamzer, igaz? Nem, dehogy. Na, elmondom neked, mert rendes cigány gyereknek látszó, hogy én tényleg összevertem azt a ribancot, de ezt csak neked mondom. Ezeknek letagadtam mindent. Nekem azt tanácsolta az ügyvédem, Lajoska, kamuból vállaljál be mindent. Ha most beismersz, el tudom neked intézni, hogy holnap már otthon lehetsz. Egy csomó embert kivitt már innen ezzel a trükkel. Én már holnap reggel húzok haza. Te, ezt beismered ezt az ügyvédet, olyan lesz. Igen fontos ügyben. Kérem, jöjjenek be a megidézettek a Suha Dénes ellen emberölés büntette miatt a tárgyalásra. Hát ez jó, foglaljanak helyet. A bíróság a tárgyalást a szemtanú szava hihetőségének vizsgálatával megbízott orvosszakértők meghallgatásával folytatja. Arról a tanúról van szó, aki látta a vádlottat a sértett kertjében közvetlenül a bűnesetet megelőzően. Fenntartom a nyomozás során előterjesztett ezt a szakvéleményemet, tisztelt bíróság, amely szerint Tóth Marianna tanútól szellemi fogyatékossága miatt helyes vallomás nem várható. Kérem a másik szakértő urat is, adja elő mondandóját. Tisztelt bíróság, szerintem a tanú igazat mondott. Ahogy az idő halad, egyre többet van kihallgatva, annál jobban, alaposabban mondja el az általa látottakat. A megértő képessége feltűnően jó. Például a vizsgálás során azt kértük, hogy csukja be a szemét, és az becsukta, stb. Szerintem a nevezett tanúvallomása a cselekményre vonatkozóan nagy valószínűséggel elfogadható. Tisztelt bíróság, miután eltérés van a jelenleg előterjesztett két szakvélemény között, kérem további szakértői vizsgálat elrendelését a tekintetben. Na, Lajoskám, foglalj el, pici. Mesélj, mire jutottál? Na,
Mi van a csillagszóró? Hol a francba voltál mostanában? Fagy szabadságban? Voltam, most meg itt vagyok. Papapucs. Na és mi van? Kiderült végre, hogy ártatlan vagy? Mit tudom én? Beszéltek össze-vissza. Az biztos, hogy az ügyész szerint balhés vagyok. Nagyon csúnyán néz rám mindig. Remélem, megfogadtad, amit mondtam. Kevés duma. Ne tudjanak csőbe húzni. Én meg se szólaltam, ez az igazság. Csak hogy ott volt az a levél. Miféle levél? Hát, amit én írtam. Amikor átjöttek arra a másik helyre, ahol összebarátkoztam a Lajossal. A bíróság a tárgyalást folytatja. A bíróság ismerteti a Péteri tanútól lefoglalt és állítása én szerint Suhad, a bátor. Én és a következőket szeretném maguknak elmondani. Beismerő tanúvallomás. Beismerem, hogy február 17-én, de már pontosan nem tudom, hogy aznap mikor, az Imre bácsi kertjére megkérdem. Az esti órában visszamentem hozzá, hogy fizessek ki a meccsési járó pénzt, de ő azt mondta, hogy nem fizet semmit, és takarodik. Erre én nagyon mérges lettem. Arra emlékszem, hogy többször megütöttem, de csak azért, mert nagyon mérges voltam. Többire már nem emlékszem, hogy mit csináltam. Amikor eljöttem, úgy láttam, hogy az arcát megütötte, az arca véres. Mikor eljöttem, úgy láttam, hogy az arcát megütötte, az arca véres volt, a fülden csak. Hazamentem, aztán lefeküdtem. Aztán, amikor láttam, mi lett vele gyorsan, elszaladtam, azt hazamentem, aztán lefeküdtem. A felelősséget vállalom. Ezt én, amit tettem, nem akartam. Csak a pénzemé mentem. Tettem, hogy a felelősséget vállalom. Van kérdése Péteri tanúhoz? Szerés, pici. Mit jár a pofád? Mit jár a pofád? Azt hiszed, hogy engem nem zsargatok? Engem is zsargottak, fenyegettek, ígérgettek! Megismétlem. Van kérdése a tanúhoz? Nem szeretnék semmit kérdezni a tanútól. Ahol nem főzök semmit, főszólalásom meg nincs az ügymenetibe. Nem tudom, hogy mi a lényeg ennek az egésznek, majd ki kell, hogy bogozza valaki. Nem tudom, talán Bobiból írhattam azt a levelet. Isten előtt majd beismerem, a többi meg majd a téma dolga lesz. Megértettük. Természetesen úgy védekezik, ahogy akar. Leülhet. Hiába ugattam, hülye gyerek. Besétáltál a csapdájukba. Nem is tudom, mit mondjak. Nem biztos, hogy elmeszelik. Látod, engem is kiengednek. Téged persze, hogy kiengednek. Egy tucat ügyvéd rohangált a rendőrségünk meg a törvényszéken, mint a mérgezett egér. Kezüket, lábukat törték. Hónapok óta, hogy kiengedjenek innen. De ennek a fasznak kitörik a nyakát. Suha Dénest, amiért Imre bácsit olyan szemét módon kicsinálta és meggyilkolázta, kötél általi halálra ítélem. A köztársaság nevében a megyei bíróság kihirdeti a következő ítéletet. Suha Dénes vádlott, gyürkei lakos, bűnös, halált okozó testi sértés büntetében és kifosztás büntettének kísérletében. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésként 8 év börtönben letöltendő szabadságvesztése ítéli. Ülni 8 évig. Hát én ezt nem tudom felfogni. Ha nem te voltál, miért nyugszol bele? Menthetetlen hülye. De már fellebbezhettél volna. Fellebbezni? Tudod volna? Miért fellebbeztem volna? Hát nem fellebbeztem. Nem fellebbeztem. Mit fellebbezzek? Ezek úgy se engednek ki. Esetleg valami perújítás féleséggel lehetne még próbálkozni. De hát ki?
ügyvédre nincs pénzed, eszed, az meg nincsen. Sok. Mégiscsak csinálni kéne valamit. Tehát te meg, bazd meg, hogy a francba nyugodhattál bele szó nélkül? Te mondtad mindig, hogy hallgassak, hogy nem mondjak semmit, abból nem lehet baj. Nem tanultad? Még meg is dicsért, hogy mert tanulékony cigány gyerek vagyok. Ugyan, hogy tartsd a pofád, mert belekevernek, de azt nem mondtam, hogy tedd a fejed a huromba. Na. Inkább azt a kurva bírónőt fejelted volna le. Hát már megint írok a bírónőnek. Én azzal a kérdéssel fordulok már, hogy itt vagyok jogerősen a börtönbe, potyára ártatlanul. Itt nem tudom, mi lesz velem, ezt az iratot megkapják, ide válaszoljanak azonnal, hogy visszaigényelhessem magam a bíróságra, és akkor mindenre fényderül. Hosszú időt leszorítottam már az életemből, teljesen ártatlanul. Manapság a tanú embereket is lecsukják. Intézkedésükig nyugodtan leszek, tisztelettel soha Dénes. Segítsenek. Segítek én. Engem tényleg érdekel a sorsa, Dénes. Elolvastam a neveledet, ez nem igaz. Az nem igaz, hogy egy Moifing. Nagyon szűzre szóló volt. Tedd úgy, hogy nem érvényes az ítéletem. Suha Dénest keresem! Igen fontos ügyben, de mostan a magyar állam képviseletében. Én vagyok, persze, hogy én vagyok, nem is a bírónő. Jó, tudom. Személyigazolvány, levél, vagy valami ilyesmi? Az az igazság, hogy elvesztettem, azt még nem volt időm bejelenteni. Hát ez nagyon-nagyon nagy baj, akkor most mihez kezdjünk? Uram, nekem elhihető, hogy ez az ember tényleg azonos Suha Dénessel. Na jó, a bírónőről nem feltételezem, hogy össze-vissza hazudgál, úgyhogy... Kedves Dénes, ugye szólíthatom így? Önnek tetemes kárpúrlás jár azért, amiért büntelenült a sérdelem. Tessék, itt a lóvé, de most egyelőre csak 5 milliót tudunk adni. Köszönöm. Kérem, ez csak természetes. És még egyszer, elnézést! Egy motorfűrészt mindenképpen. De a legfaszabb, Dénes, a legfaszabb. Nem jár neked kártérítés. Féleszű senkiházi. Semmi. Ha nem te voltál, miért ismerted el a levélben? Miért nem fellebeztél? Még neked jár a pofád? Te tartod a markodat? Ülhetsz a sitten életed végig, amíg meg nem dög lesz. Hamarosan a halál csicskása leszel, Suha! Na akkor, elvitted azt a szart, vagy nem? Löki egy picsiám kivelé, kifelé. Halló. Gyere. Jelentkezem, Őrnagy úr. Yeah. Értem. Igen, értem. Nem ő volt. Mi van? Azt mondja, nem a Suha csinálta, más volt. Na, jöjjön. Vigye vissza! A pofát a cellatársa dobta föl. Aztán részletesen beismerte. Azonosították a vércsoportját. Nem. Elég egyértelműnek látszik. Sohát látta a szomszédcsaj, nem? Utérő szerint is visszament. És a szagazonosítás! Én te csak gondolod, mint akit felhúztak. Te élvezed ezt? Gyere, szolgálj, fogd meg, harab meg, élvezed! Amikor valakire nem tudom rábizonyítani a balhét, azt nem élvezem. Mégis, hogy csak úgy engedjük haza? Erre parancsoljon, kedves Suha úr! Ne hívjunk önnek esetleg egy taxit! Mi ilyen hülyék vagyunk, mi basztuk-e? Nehogy már lelkismert fúdalásom egyet! Szerinted mi semmit nem hibáztunk? Na jó van, elegem van a sok hülye dumából. Elegem van. Mondjál egyetlen esetet, amikor egy zsarút azért tüntettek ki, mert valakiről bebizonyított a gyártatlan. Kedves ügyvéd doktor úr, most nagyon fontos dolgot akarok tudatni. A múltkor telefonban nem tudtam befejezni a megbeszélésünket a témáról, mert mivel nem volt elég 20 forintos a célra.
Mostanában errefelé nem adnak még alkalmi munkát sem. Senki se egy ilyen embernek. Egyáltalán semmit se. Menj innen a picsába! Nem kellett! Folyamatosan gyilkosoznak, amerre csak valakivel összetalálkozom az utcán vagy a kocsmába. Főleg a magyarok mondják ezt. Pedig maga tudja, hogy én mindössze csak egy tanúember vagyok. Maga ne tudná, aki szabadulásom után olyan szépen fölkarolt az ügyemet. Nem úgy, mint ez a másik ügyvéd. Na ne továbbá se kínálnak meg engem semmire. Tudja, kölcsön kaptam a ragyás gazsitó. Adott is, ad ő mindenkinek, boldognak, boldogtalannak. Én is kaptam tőle szépen először 20-at, aztán meg 30-at, meg talán még egyszer 20-at. A dupláját kellett visszafizetni, persze tudja, hogy van ez. Dupla vagy semmi. Hívtam magát többször is már, hogy mikor is lesz már meg az az ártatlansági kárpótlási jogerős határozat. Maga meg azt mondta, hogy biztos tetszik emlékezni, hogy nyugodjon meg, Dénes, nem soká, nem soká. Ragyás Gazsi jött az embereivel. Közben elfogyott a lábam az erdőben. Kórházba jutottam. Ott is kerestek persze. Azt mondogatták, vigyázzál, Dénes, amit a policájoktól kapta, az mind semmi. Azt mondtam nekik, a doktor ura két szavatartó ember. Nagyon komolyan megígérte, hogy lesz bőven pénz nem sokára, akár még 1 millió forint is elképzelhető, ha elég ügyesen síránkozunk. És megy is a pénz után éjjel-nappal, ezt biztosan tudom állítani. Hát, hogy ne hitegessem őket, nem most léptek le a falvédőről vagy honnan, biztos meg is kaptam álló, és csak eltagadom előlük, hogy velük én ne szórakozzak. Mondtam, lehet, hogy a doktor úr már megkapta, de hozzám még nem jutott, ez 1000%. Maga meg én szerintem nem olyan ember, hogy az én pénzemet zsebre tegye. Még akkor sem, ha maga is ügyvéd. Otthon is megkerestek már, hogy nekik ne hazudgáljak. Azt mondták, nincs már több esélyen, vége a dalnak. Pedig nem tudom nekik visszaadni a pénzt, doktor úr. Még az sem, amit eddig kaptam, nem, hogy... Amikor nemrég telefonáltunk, hogy nagy nevergélés közben, mert jó kedve volt a doktor úrnak. Akusztikailag behallatszott hozzám, hogy biztosan névnapot, vagy mit tetszenek ünnepelni a kedves családjával, haverjaival, meg még azt gondolom a többi doktorral. Azt tetszett mondani, biztosan lesz pénz, Dénes. Nem sokára már, nyugodjon meg, mert az mindenképpen jár magának. Mert büntelen ügy, és ami jár, az jár. Nagy bajban vagyok, doktor úr. A házamat is aradtam 10 000 forinti, nem tudom. Halló! 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 Itt ír talál, Dénes. Kint járkáltam az apám sírjánál. Ott is aludtam a Lalival. Nem tudom, ha mire is számíthatok, hogy van-e bármire esélyem. Mit csináljak? Ha maga nem segít, ha mondja meg, ki az Isten segíthetne rajtam még? Nyis meg Isten minden határ. Szabadíts meg minden cigány szabadíts meg.
Auschwitz-a kebáreba. Taj boka lele. Isten azt a napot. Szabadíts meg minden rabot. Yeah.